300 forint, ennyiért árulják az almát az őstermelők Dunaföldváron, most még a központban van a standjuk, de hamarosan ők is átköltözhetnek a piacra, az ugyanis teljesen megújul. Készül az Eresz csatorna, jelenleg így néz ki a folyamatosan épülő piactér, jól látszik minden árusnak, fedett helye lesz nem sokára. A beruházást azért indította el az önkormányzat, hogy a helyiek egyenesen az őstermelőktől tudjanak vásárolni. Ennek az a fő célja, hogy újra egyrészt a dunaföldváriakat, a termelőket visszacsábítsuk, tehát szombaton, szerdán itt mindig valamilyen termelőpiac legyen, az embereket pedig arra, hogy ez legyen egy tér, ahol találkozhatnak, illetve olyan árukhoz jutnak, amelyeket közvetlenül a kereskedelmi hálózat kikapcsolásával közvetlenül a termelőtől tudnak megvásárolni. Piacon kívül más funkciója is lesz a megújuló helynek. Ezt a teret egy rendezvénytérnek is tudjuk majd használni. Itt majd két fedett csarnokrész eladó rész lesz kialakítva, már látszik a szerkezetében, ugye a tetőszerkezettől kezdve minden. Ezt gondoljuk, hogy a kultúráltan kialakított mellékhelységektől kezdve, és az, hogy ez akadálymentesítve lesz az egész dolog, így mindenki számára Dunaföldvár és Dunaföldvár környékéről ez így elérhető lesz. A munkálatokra a város 306 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, ehhez a képviselőtestület 60 millió forintos önerőt szavazott meg korábban. Az átadás a tervek szerint idén november 30-án lesz.